Egy biztos, ahogyan látjuk, már kezd színesedni a kép a szürkületből, ami azt jelenti, hogy 8 másodpercen belül érkezik is Ancient-on az első kör. FaZe Clan kezd CT, még az asszony lesz a támadó oldalon. És hogyan látom, a duelbe lett a kerigemnél az abszolút dukál. Abszolút egyébként beépült a metába ez a fegyver, amennyire nem volt népszerű korábban. Érkezik és a középpult, Jabbi, azonnal megvan neki frozen, és most Robsnak kell valamit alkotni, a killnok be van szorulva a fákba, hamar fejeli őt Jabbi. Mérkeznek is be szépen, Aller akkor a játék, csak Jabbinak ott van még egy device az, aki fregel időközben. Tehát Kerrigan egyedül 1v4-ben a Berettával. Nem sok esélyt látok erre sajnos. Nem, ezt nagy valószínűséggel ki is fogja hozni Kerrigan, van egy kis kevó, egy füst, kettő pisztoly. Így meg lesz egy Astralis 1-0 T-ben. És visszakanyarodnék még talán az utolsó gondolatmenetedre, mielőtt elindult a mérkőzés. Ugye azt mondtad, hogy amennyiben eljut Mirázsig, akkor ott baj lehet. Tehát akkor ezzel te azt akarod igazából mondani, kiindultál a számokból, ugye a mapsatoknál, hogy azt gondolod, hogy muszáj az Astralisnak az Ancient, különben nem rúghat labdába most a jelenlegi formájú FaZe ellen? Nem tudom egyébként. Tehát az a helyzet, hogy alapvetően mindegyik csapat formája most nem arról árulkodott, hogy gond lehet. Tehát én azt tudom mondani, hogy igazából egyik csapatnak sincsen oka panaszra, inkább ezt akartam így mondani ebből a formában. Időközben egyébként zajlik egy párhuzamos mérkőzésünk, Imperial kontra Eternal Fire, az is amúgy egy izgalmas mesnek ígérkezik. Az Imperial tegnap azért majdhogy nem megszorongatta a FaZe-t. Nyilván ugye a majdnem is egy nem, de azért ott azért Infernon egy nagyon szépet játszottak egyébként. Majd ennek a mesnek az eredményét is majd szépen mondjuk folyamatosan, ahogyan... Kíváncsi leszek. Engedi. Mert ott meg egyébként a török együttes nagyon jól mutatott az elmúlt időben. Én azért ott várom az Eternal Fire-t, még azért tovább jutni. Közben egyébként itt az Antiforce-ban az Astralis egyelőre szépen pakolgatja a játékosokat a pályán. Ez így nem... meg rendelkezéssel. Igen, most pont azt nézem, hogy Rain valószínűleg el fog rotálni, vagy lezárja a közepet, vagy ő is eljön ára, és akkor érkezni fog egy Aztec, megkockáztatva. Itt a 50-50 nem igazán adta ki, és így ki lesz mentve ez a három fegyver. Nagyon igazából harcoskodni nincs értelme a FaZe számára. Ez így viszont egy jó 2-0-ás indítás lesz az Astralis-tól. Igazából konkrétan egyedül Bro hullott el a két kör alatt. De hát téve én azt gondolom, az Astralis jobbat nem is kívánhatott volna. Nyilván ez a három fegyver, ez egyébként fontos lehet a kövi körre. De ahogyan látom, az nyilván az Astralis is tisztában van azzal, hogy azért annyira nincsenek el ezt a pénzzel, hogy csak ugye rárásolgassanak az enemire. Jó van az ott, ahogy, vagy, ott ahogy van, Alarakon pontosabban. Lett felrobban a bomba és 2-0-val kezd be egyébként az Astralis, ami amúgy alapvetően nem rossz, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdet tud lenni. Főleg T-ben ugye. Abszolút, és elméletileg azért ez 3-0 kéne, hogy legyen. Igen. Pont azt akartam mondani, hogy azért mostanában eléggé kezdenek felborulni itt ezek a, hogy is mondjam, erőviszonyok a térfelek között. Mert azért az elmúlt egy hónapot nézve a HLTV-n amúgy 51-49 a T oldal javára például. Aha. Közben érkezik a támadás középen, Frozen hamar kívülük. Megmondom őszintén, azért ezt nagyon sok... változó befolyásolja, most főleg így, hogy jó, nem ma jött ki a C2, viszont azért nagyon-nagyon sok minden történt jelenleg a játékon. Én azt gondolom, hogy szépen lassan azért kezdi elnyerni relatíve azt a végleges formáját, amit majd váratunk a játéktól. És nem probléma az, hogy végül is sikerült azért Ancientet így kiegyensúlyozni egy nagyjából 50-50-es pályára. Mert azért valljuk be, amikor Ancient bejött, hát azért itt voltak bajok, és azért láttunk egy 25 CT heavy pályát. Aztán jöttek ugye a spawn változtatások, amik már sikerültek jobban kiegyenlíteni az erőviszonyokat.
És ha ez így tud maradni az 50-50, annak mindig örülünk, mert akkor azt jelenti, hogy hát a nagy számok törvénye alapján mindig egy, vagy hát sokszor egy szoros játékot láthatunk. Ezt ki ezt sem próbálja meg a Phase Robs, az aki még itt maradt lerakó környékén, de ő is hamar meghalt. Én most már kerigen a következő védőbástya úgymond, de hát most elég tudják, hogy mit történik. Átláttuk a szitán úgymond. Kerigen, oké, nem volt rossz, szép. És úgy néz ki, nem tud átugrálni a golyózáporon. Ez megvan a 3-0 és most vásárolhat a Phase nagy valószínűséggel. Na most jön a, most van számomra az első olyan kérdés, amire nagyon kíváncsi vagyok. Közben Ragától jönnek a pacsik, aminek tudom, hogy már adtam hangot, hogy én nagyon örülök ennek a változtatásnak, mert nekem maradjunk annyiba, hogy nem igazán tetszett az előző edzője az Astralisnak. Mind a tapasztalata miatt, mind az életkora, mint nem tudom, úgy egyben Ronikról beszélek egyébként. És nem is igazán adta ki úgy, mint amit én egy edzőtől elvártam. Sokan egyébként észre is vehettétek, hogy nem igazán voltak annyira meghatározó időkérések, mint akár, ha megnézzük a Phase-t és Neo-t, mint a közben egyébként Kerrigan beszorulhat egyébként, hiszen Jebby érkezik. Jebby nem lesz meg a nyitó, viszont nagyon jó a trade rögtön Stunt-tól, így megvan. 4 a 4-ben a lerakó, és most jön a nagy gondolkodás, hogy mi lesz ebből, ha Brawl-nak itt érkezik a pop flash, tökéletes, érkezik a fej, Reyna hullik, és innentől kezdve lehet menteni, mert ezt itt megpróbálni nem lehet. Három fegyver ki lesz hozva, és egy gyönyörű játék, még itt a negyedik körben is, egyértelműen 4-0-át érdemel. Nagyon nagy volt a baj itt szerintem, mert a Phase egyszerűen nem bírta felvenni a tempót, nem tudta tartani a lépést az Astralis-szal. Nem is ebben a támadásban. Egyébként még pont ami Ragához akartam hozzáfőzni, hogy azért az ő neve elég nagy referencia itt egyébként szerintem a színben. Gondoljunk csak arra, hogy amúgy az OG-nak konkrétan a Golden Era-jában. Tehát amikor ugye indult, onnantól kezdve volt konkrétan az edzője, és ugye az OG akkor élte meg a legszebb időket. Igen. Még ugye itt az MBK Mantus Valdés felállással. Igen. Igen, gondoltam, hogy neked kedves volt ez az idő, mert ugye abban az időszakban nagyon-nagyon szeretted az OG-t. Én szerettem őket nagyon, igen, csak aztán... Hát széthullott, pedig nagyon jó volt. Nagyon jó volt az a line-upot, Dexterrel, minden úgy tűnt, hogy megvan, ugye Flames, Dexter, Nexa, húha, most nem mondjam fel fejből, de te biztos jobban tudnád. Mindenesetre tényleg egy jó line-up volt, ütőképes jó line-up volt. Sőt, egyébként ugye most, ahogyan rácsekkoltam egyébként Ragára, ő még volt annak idején a Dignitasba és a Nordba is edző. Tehát, hogy így a Dán, a Dán létrát kiárta meg, ugye volt még az Optikba is, amikor Dánokkal próbálkoztak. Szóval Nord. Itt azért... KGNB, kik voltak benne? KGNB, szerintem még Kirby is volt benne, MSL, fú, ha fejből kéne mondani. Na várjál csak, akkor felcsapom. Jó, ne ellenőrizd le. Valde, Easy. Config, KGNB, MSL. Akkor igen. Úristen, alájnak konkrétan. Kerigen hamar meg, ha a Bro duplával indítja be a kör, Frozen szépít egyet, lefejeli a molotovot, és úgy néz ki, hogy ennyire futotta egyelőre ebbe a körbe. Rossz átpusol a füstő, Jabival fog találkozni, ott kilókat a könyök, meg is van a kill. De odaba kapja őt Bro, óriásit megy ebbe a körbe egyébként a Dán fiatal. A Brokinak nincs más hátra, mint az escape és a save game. Nincs más előre, csak hátra. Tényleg amúgy ezzel a mondattal tudnám jellemezni a Phase játékát, de nyilván, tehát egyáltalán nem a Phase batch mérelem, hanem az Astralis magasztalom jelenleg, amit amúgy nem gondoltam volna valaha is, hogy megteszek, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy most konkrétan tényleg ilyen szabályszerűen játszak, és tényleg egyetemi, amit csinálnak. Egyetértek, és amiben talán a legnagyobb erőt mutatják, az a, hát jelenleg legalábbis, az a trade potenciál Broki, az mi volt? Device menne, mert tudja, hogy lovos Broki, de Broki ezt is belövi, minden esetre a skill az még mindig ott van természetesen. Majd itt, hogyha kapunk egy-két replayt esetleg, akkor abban majd nagyon jól lehet látni az, hogy itt Bro érkezik, jó fejjel egyet, de rögtön egyébként lépéssel mögötte ott van Ster, és itt lehetett látni, hogy ugye Jebby elhullik ugye
de rögtön jön erre a pozícióra is a trade, tehát jelenleg nagyon jól egységesen együtt mozog az Astralis, és megmondom őszintén, ha emlékezetem nem csal, egy régebbi játék, ahol 2-0-ra nyert bizony IEM Chengdu Kínában, 2-0-ra nyert az Astralis, jót mondok, igaz? Nagyon remélem, hogy jót mondok. Nem akarok badarságokat beszélni. Igen, 2-0-ra nyert az Astralis, ez április 9-én volt ez a mérkőzés, és én ott láttam ezt az Ancientöt, ahol ugyanezeket a motivumokat láthattuk, és ugyanezeket a mozdulatokat. T-ben 5-0-ra húzza az Astralis azon a mérkőzésen indításnak, és iszonyatosan sokszor terhelve a B-lerakó és Kerrigan passzivitását kihasználva, sokszor kontaktra bevolkolva, egy-két frag, puff, meg volt a lerakó, és 5 kört így hozott el akkor zsinórban az Astralis, és végül 13-7-re csukta be azt a nyitó pályát. Tehát egy nagyon-nagyon hasonló jelenet zajlik most le előttünk, közben egyébként láthattuk itt a párhuzamos mérkőzést. Ami egy fokkal szorosabb így az eredményt illetően. 5 kör ott is megvan, de 3-2 az állás. No de, vásárlás. Azért itt szépen bedarált 4 darab támadót a fész, szóval azért ott is veszegetni kell a fegyvereket az Astralis háza tájékán. Ez a közép, itt ül el minden. Korai kontakt itt nagyon sokat érhet majd körvéjén. Kerrigan hova tartott, azt látod egy pillanatra? Az még hagyján, de hogy Frozen mekkora fejest kapott füstön át a semmiből, tehát hogy... Lehidalok konkrétan, Rain, nem van csitába, bármennyire is hallja itt az ellenfeleket. Nem fog kinézni, jönnek be a gránátok, Robs teljesen bal, közben molózni kell Kerrigant, Robs fregel egyet, újra kell húzni a VP-t, ott van neki még egy kill, ott a harmadik kill Robsnak, és közben Brock is beakaszt egyet. A dupla a VP úgy néz ki, hogy végre értelmet nyert. Pedig ez akkor is milyen jól indul, tehát nem adjunk el semmit. Jabbi, megvan neki Robs. Rocky lovas. Igen. Már VP-vel van, szóval annyira nem para. Most elmennek Fangba? Mind a kettő játékos elmegy Fangba. Igen, ez akkor lesz érdekes. Igen, ezt Jabbi valószínűleg így nem fogja tudni összerakni. A bombát, ha felkapja, van itt mögötte egy gránát. Az bepattanhatna oda. Igen, 40 másodperc, és erre nagyon nem számít, hogy Brocky ennyire újra pozícionálna, miközben, hogyha megnézzük a phase oldalról, azért ez egy remek döntés, hiszen Brocky lovos, simán mondjuk Brocky le tud tartani egy cross-t, és még ha Brocky el is hullik, tökéletes a játék, hiszen arra nem fog számítani feltétlenül Jabbi, hogy mind a két játékos ugyanott van. Most érkezik Brockytól a pik. Na most jön az a rész, hogy 16 másodperc, viszont Brocky egyébként kim volt CT-n, tehát innentől kezdve számíthat arra, hogy Rain itt van, benéz! De Rain megnyeri végül a csatát, és így feliratkozik az eredményjelző táblára a phase. Megjön az első körrel, viszont tudjuk, hogy mire. Mit szeret mindig csinálni ez a phase? Nagyon lassan beindulni, viszont ha egyszer beindulnak, akkor... Fokozott egy úthenger, ami elszabadul. És pont így szokott indulni egy phase-es úthenger, ilyen Robs 3-asokkal. Pedig amúgy ez a kör is mennyire szépen indult az a Solis részről. Sőt, egyébként Jabbi majdnem le is hozta ezt a kör, csak szólok. Annyira meg volt az 1v3. De nyilván a majdnem is egy nem, szóval így megyünk tovább. Ez hiába nyert a phase, azért elég gyengülsz a felszerelés, kevés a gránát. Már jóval drágábbak, mint mindig a CT fegyverek. Na erre leszek most kíváncsi, hogy milyen játékot hív majd Device. Ugye azért az várható, hiszen egy játékos érte túl a face-től. Plusz azért itt majd hallani lehet esetleges MP9 eldurranásánál, hogy milyen fegyverzettel áll szemben az Astralis. Kerrigan, majdnem meg volt az első kontakt. 3-2-be védi jelenleg a lerakóit a phase. Úgyhogy igazából egy játékos nézi, mit kifutót is. Ez egy nagy flash volt, így device-t is van lehetősége bepíkelni. Most érkezik a moló, Brockyt volt, hogy nem pozícionálja ki, viszont kikergeti onnan a nem működött player-t. Közben Kerrigan egy fel után kihullik. Brocky pedig továbbra sem néz ki, konkrétan műtőkézzel ott áll. A többiet neki kéne kontaktolni valahol, Star. És meg is van, Jabbi. 4 HP.
Jön a Pop Flash, Frozennek kellene mindent megállítania. Jebit simán el tudja húzni, de így, hogy jön a crossfish, jön egy nagyon jó molotov. És de erre nem számít ennyire mélyen erre a pozícióra, a bomba pedig egészen nyíltan lekerül. Uff! Szép gránát. 4-es a HP Frozennél. Kipikerálja a B, meg is van a kill. Hatalmas előnye ez így most. Broki viszont lelövi, aki swingelni próbálója a B-t. 2v2. Broki nagyon hangosan csinálja elterelő adművelet, meg is van Brónak a kill. Közben Robs érkezik, Robs már menne rá az ellenfelére, ki is lő egyet. Megvan az info szépen Csitáról, de nem tud már vele mit kezdeni. Felrobban a bomba, és úgy néz ki, hogy Device ezzel megmentette a kört. 6-1 tehát az Asterix javára. Secseberből vederbe a phase részről, legalábbis ami az ekonomit illeti. Hiszen megint 3000 dollárok lesznek náluk. Igen, tökéletesen mondod, ez a 3000 dollár, ebből majd itt lesznek Dezik. Nagyon nagy erőködés nem lehet, egy-két MP9, 2000-ig mondjuk le tudnak vásárolni mondjuk, hát akkor is egy MP9 kis kevó, az mondjuk még pont beleférhet, bizony a Kerrigannél már kibújik egy. 1-6, maximális loss bónusz, tehát azért lehet vásárolgatni, sőt még azt mondta, hogy 2000 alá is be lehet egy kicsivel menni. Tehát kinek? Ez itt a kérdés, mert azért Broki valószínűleg a Telibájra szeretne venni HVP-t, minden esetre nagyon-nagyon jó kezdés, és folytatás is az Astralis-tól. Nyolcadik körbe megyünk tehát, és amúgy nem állt messze az, amit mondtál a vásárlásról. Ténylegesen. Bár mondjuk a Deziket hiányolom, de azért a Firestone az még mindig jobb egy ilyen, hát egy kis pisztolyos MP9 konkrétan. Hát ha jó a setup, tud azért az nagyon jó lenni. Épp ez az, hogy azért eléggé tud az a fegyver csattogni nagyon keményeket. Ott közben magasan van, egy frag meg van, de ki is esik hamar. Jabbi az, aki eliminálja ellenfelét. Rosen pedig már is érkezik templomból. Csak számítson rá valamilyen szinten a D-csapat, meg is van a kill Frozenre. Jabbi lefelezte, ami a pisztolyban tök jó, közben Stone megvan. Érkezik egy kill device-ra, hát ez így nagyon rossz, hogy beszorulnak a playerek. Az a need az nem annyira jó, Kerrigan fregel, low HP-val ráadásul. Hát akkor is talán egyedül 1v3-ban. Pedig ez is milyen jól indul, de hát... Nem hozhatatlan. Abszolút nem, viszont a Kerrigan triple mellett nem annyira mehetünk ki, hogy eléggé demoralizáló volt a take-nek. Főleg 9 HP-val a semmi közepén MP9-el egy AK-t face-elni. Na most, ha megnézzük a CT-k pozícióját most, tökéletes pozíció. Ez egy dupla nyitás lehet, Broki, ha megvan. Broki megvan, át lehet húzni, meg a harmadik! Hú, micsoda spray transfer! Tessék! Nagyon-nagyon jó volt. És hogyha valami fel tudja tüzelni az Astralist, hát akkor ez, illetve, hát ami még demoralizálóbb lehet a face számára, hát szintén ez. De konkrétan ez volt a tökéletes setup, ahogyan te is elmondtad. És így átrántotta gond nélkül. És tudod mi a durva? Tudod mit látok ezen az Astralison? Ezen a csapaton most? Felszabadultak. És az a régi Blame FS Astralisba, én őszintén mondom, ennyi energiát szinte soha nem láttam. Meg tényleg ennyi energiát, ami így fel tud szabadulni, és ennek én örülök. Minden esetre megvan a hetedik kör. Faze-nek el kell kezdenie kapaszkodni, közben Bro ellövi, elhúzza Robsot, és megvan az információ Rain-ről. Fontos megemlíteni, hogy Jebby merre jár konkrétan. Számít erre Rain. Na most itt a timing. Júj. Nem mondott komolyan. Nem látta meg! Jézusom, szegény Rain. Igen. Pedig ott talán kidugta a lábát jobb oldalt, hogy már még szegény. Lehet a radaron látszódott esetleg, de az meg nem volt feltétlen rögtön bekolva. A bomba lemegy alapra. Hát így Brokiról megvan az info. Fú, de sok. 56 HP. Húzza az ág is jelenleg, Shane, az a helyzet. Igen. Azért ez még nem lehet rossz. Hát figyelj, moló füst, kit nincs. De így, hogy akár tudhatja azt is, hogy Jebby nullas.
Nincs kit. Hát ez... ez ennyi volt ez a kör. Konkrétan, hiába. És még le se tudja lőni Broki abbét. Gyönyörű játék. Valahogy a rá se ismerek amúgy az Astralisra, tehát hogy azt kell mondjam, hogy abszolút meggyőző az, az amit csinálnak. És tényleg nyilván most jelenleg ahogyan látszik ki, így kívülről amúgy a szerencse is bőven mellettük van. De azért mégiscsak kemény, hogy 8-1-re mennek itt az első igen. pályán. Lehet, hogy van benne mondjuk minimális szerencse itt meg ott. De azért van. Például ez első... például azért eléggé az volt, bocsánat. Jó, ez az volt, de az első mondjuk 5-6 körben az, hogy dominánsan egyébként nagyon jó játékkal, jó vakitokkal, jól foglalva megérdemelten kapták a köröket. És talán a FaZe, aki itt most itt a mérkőzés első, hát nem is tudom, harmadában jelenleg egy kicsit alszik, és hát nem ártana felébredni. Star. Ujjjj, megvan az info Kerigenről, de Kerigennek is megvan az info a tékről. Jó helyen megy a tudás, azért mennek le szépen a HP-k. De hát azért közeledünk vészesen a félidő végéhez, és nem lenne jó, hogyha ezzel, ezzel az egy körrel menne át a második játék részben a FaZe majd. Hát az nem lenne erős. Nagyon fontos kérdést azért itt feltettek Neónak a mérkőzés előtt, hogy mennyire terheli meg a játékosokat az, hogy még április 14-én, tehát konkrétan 10 nappal ezelőtt döntőztek a MAUZ ellen Kínában, most meg pedig már itt kell teljesíteni. És hát azért valljuk be, hogy azért ez elég erősen megterhelő lehet. Úgyhogy egyébként a játékosok még hazamentek előtte, tehát nem rögtön bootcampre érkeztek. Baj egyenlőre. Érkezik is a füst CT-re. Ó, Stone pedig át fogja tolni azt a füstöt. Úristen, és megint a timing, megint a timing! Stone mekkora kör, Device is fregel egyet! Broki pedig egyedül marad 1v2-be, és Device hatalmas fejessel zárja a kört! De ez is, már megint ott tartunk, hogy megvolt a FaZe-nek az emberelőnye, és konkrétan ezzel a füstön átmenő move-val konkrétan átfordult az Astralis irányába. A semmiből. Hát figyelj! Valljuk be őszintén 8-1-nél. Az ember már ezeket bemeri vállalni, az ember már felszabadultan játszik. Az ember 8-1-ben Ancienten T oldalon, ha bár pont a számokról beszélve, elméletek 50-50. De azért én azt gondolom, az, amikor előnyben fordulsz CT-be, itt már mindent megmersz próbálni. És nézzük, Brokinál előkerül az XM. Semmi gránát, és konkrétan ha visszagondolok, a mérkőzésen egy vagy két körben láthattunk teljes FaZe setupot. Brokinál AWP-t. Hát ez ilyen leszerelt csövű AWP, ami csak közelre működik. Úgy szokott működni. Figyelj már! Kár, egy kérdésem van. Na. Míg itt dobálgatnak a játékosok, mert ez úgyse lesz egy gyors kör. Az Astralis ki fogja forszolni a jutikat először a FaZe-ből, majd utána valószínűleg látom, hogy Q-tot, Device. Szép a nyitó. Kicsit lecsúsztam erről a Rain hajtalanításról. Ez Kínában már jelen volt? Hát figyelj, Rainnek kevés lett, Brokinak meg megnőtt. Tehát, hogy mind a kettőknek úgy le van nyírva nagyjából, tehát ez a... Figyelj, tehát hogy én erre tanap ilyen picit ilyen félvédesen azt mondtam, hogy azért meg kell tartani a balanszt így a hajkoronáknál, de erről majd később beszélünk időközben. Device. Válaszol, és közben Frozen érkezik a famasszal, de 2v3 még mindig előnyben van, volt, egészen, még mindig előnyben van, akkor úgy néz ki a FaZe. Bro egyedül 1v2-ben, úgyhogy a 3-as számú játékosok szerint még csak most érkezik. És egyelőre Roxanne azért kilátszott ott az árnyék elég csúnyán. Átugrik Bro, ellövi magát, viszont hallja egyelőre mindegyik játékos, és el kéne menekülni valahogy. Már pedig ezt nem tudja megtenni, de szerencsére még idő előtt hal meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a FaZe-nek hosszú idő után 4 körút követően megvan a második karika is. De és ha már hajkorona. Bro, tippelj egy darab játékost, aki talán azt mondanám, hogy már tudod, mint ez egy ilyen kis mini barkóba lesz neked.
Jaj, azokat nagyon szeretem. Kire hasonlít, bro, az egész pro színből egy olyan játékos, aki tier 1-es csapatok között is megfordult, jelenleg egyébként még tier 2-esben sem találod meg, és nem európai, ennyit segítek. Ezek gondolkozhatsz a map végéig. Jó, de akkor nem Colzer az a lényeg. Nem. Nyilván nem, de ezen gondolkozom, köszönöm szépen, most így feladtad a leckét. Nem nézheted a chatet, mert már lelőtték. Nem mondom, nem nézheted, látlak! Mekkorát csalt, és már rögtön. JKS. Tényleg úgy néz ki. Nem akartam csúnyanni és azt mondani, hogy vises JKS, mert ez nem igaz, mert nagyon jól játszik bro, nem akarom ledegradálni. Közben egyébként a face-be húzza az utolsó kör. Na megvan a három! A lét minimum. Tehát elég lesz ez a kérdés. Három kör, Faze oldaláról közösen mondanám azt, hogy tökéletes, sőt, nem messzom attól. De nem mondom, hogy lehetetlen, ha itt a számokat nézzük, meg egy esetleges megindulást egy jó pisztolyos körrel, akkor itt akár vissza lehet kapaszkodni rendesen a mérkőzésben. Aki esetleg most csatlakozott volna be, első pályán vagyunk, Astralis Faze Clan, és az Astralis relatíve meglepően jól indít, vagy inkább azt mondanám, hogy ez a line-up jól folytatja azt, amit megkezdett pár héttel ezelőtt.
Minden esetre nézzük a pisztolyost, hogy ezt is behúzza majd az Astralis. Hát, hogyha behúzza, akkor komoly slamasztikába találhatja magát a féz. Konkrétan nukon. Konkrétan egyébként már amúgy karjutásnyira lesz a nyúk. De nézzük, érkezhet be itt egységesen az A támadás sötét pöster, hatalmas fejest kap és Rain is lő egyet jobbira. Tudja szívja, hogy ez a phase ez még létezhet valamit. Létezhet valamekkorát. Robs, lelövi device, és egyedül marad bro, úgy néz ki 1v3-ban. Hatalmas fejes brokira. Figyelj, 4 töltény, 3 fej, teljesen beleférhet. Ott ki is lógott a lólába, és inkább a fej. Rainnél. De nincsen kit, telik az idő. És hát Frozen pedig érkezett hátból. 9-4! Megkezdte a phase a comeback-et. Na jó. Megtörténhet a végén a... Mondjuk, legalább. Ha az első fél idővel egybe fogod ezt a három kört, amit zsinórban hoztak, zárójelben, akkor tényleg nevezhető comebacknek, de miután én azt gondolom, hogy jönni fog most egy force, mert még ezt még várjuk meg. Még semmi se zöltem. Ja, azt hittem eltűntél. Ha hívni akartalak, hogy merre vagy. Mindig itt vagyok. Más nem lélekben, de itt vagyok. Kerigen nagyon jó pozitól le. Azonban lebuktatták hamar, de az a dupla az még ott van. Annyira könnyűnek tűnik egyébként az ilyen pro meccseken SMG-vel lőni, nem? Aztán a kezedből lesz a megtent, és akkor van nem megy. Megmondom, hogy ez nekem a kedvenc SMG-m. Ugyanez egyébként. Na, sokan vannak amúgy az MP7-esek táborában, mondjuk nem értem miért. Igen, annak a fegyvernek relevanciája, hogy a stone húz nagyon. De hát úgy néz ki, hogy ez volt egy fixen a megtanáltak a köre. Ezt csak azzal sikerült felgelni, de komoly kis suska akkor a bankba. Azért már itt is indult egy minimális fejvakargatás. Pedig még csak 5-9, de szerintem valahol az Astralis is érzi, hogy azért kellett volna az a pisztolyos kör. Közben a képoldalán Bercit láthattuk a rendezőnket. És beköszönöm. Beköszön, benézett hozzátok. Kisebb stúdiója most a hétvégén itt összedobta. Azt mondta, az RTL-re felkészül, összeparkácsolt valamit hátul a garázsban. Hát Robs ezt szépen belopta. Rosentől ezt az ace-t. Na, 6-9. Még lehet a végére kapunk egy meccset. Akár az is mentem a pakliból, hogy a végén egy normális eredmény születik. De mindenképpen egy picit kiégő lett volna, hogyha mondjuk a face-t így elteszik ezen a pályán ilyen, nem tudom, ilyen 13-3-ra mondjuk. Na, én erre a körre most azért nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. A játékosok elég erő teljesen lén irányába tendálnak. Középfoglalás megvan. CT-knek. Viszont ha megnézzük a fegyverzetet, 5 darab A1-es ellen kellene harcolni, majd egy Galilla meg egy Mag-10-zel, hát ehhez mindenképpen jó vakítók fognak kelleni. Hát vagy ilyen megmozdulások, Kerrigan. Júj, de jó volt az a pozícionálás közben. Jobb még benn volt a barlangban, közben Rain egyébként feljött a bélerakóra. 4v3, 4v2. És ez így elég gyanús, hogy egy hetedik kör lesz Faceclan számára. A bomba már elindult visszafele, Frozen már közben benn van a lerakón, és erre így Jabi nem hiszem, hogy számítani fog, főleg, hogy ide majd a kis drop mellé beül majd Frozen. Hát ez így hetedik lesz. Ami azt jelenti, hogy csak 2 kör lesz a differencia a két csapat között. Gyors matek, ugye? Meg már valószínűleg egy, mert a kövi nem lesz megvásárolva. Hát, hogyha ezt a két-kettő fegyvert kihozzák, akkor azért tudnak majd borsot törni a phase orra alá. De igazából tudok annál rombolóbb dolgot, mint hogy elviszi valaki az első pályát. Az pedig az, hogy igazából az ellenfél viszi el hatalmas nagy comeback-kel. Most jelenleg ott tart az rész, hogy hiába volt meg az a 9-3, mindjárt beírja a face konkrétan.
Igen, és volt itt egyszer, egykoron, 9-1 is ezen a mérkőzésen. Az meg a másik. Tehát konkrétan most már kicsit úgy érzi az Astralis, hogy 6 kör óta, tehát ezt már ilyenkor azért jelentősen lehet érezni, hogy elég régóta nem nyertetek kört, miközben, hogyha fölnézel, akkor meg azt látod, hogy a 9. kör, ami pedig már lélekben igazából egyre van attól, hogy meglegyen ez a lélekbeni határ, a 10. És hát nem is véletlen érkezik az időkérés. Neo a képen, Face mögött, itt pedig Rain új fizurája, amit nekem még szoknom kell. De hát figyelj, nem rossz. Én jobban csíptem ezt a hosszú. Annyira Rainnek az ikonjává vált amúgy az a hajszerkezete, ami volt. Most én megnézem, de én azt mondom neked, hogy 2016 óta ugyanolyan frizurája volt. Nekem ez az érzésem, és megpróbálom valahogy felgöngyölíteni. Nem, bár az a baj, hogyha bejöttem Google-be a Rain, akkor esőtől fog képeket kidobni sajnos. Azt hittem valami szépet akarsz rámondani. Szerinted te csak egy hülye vagy. Nem, én nem beszélek így, hiába gondolok ilyet. Nem mondom ki. Empatikus vagyok, ezt a szót kerestem, igen. Érkezik is be most már a bétám, de viszont akkor a Phaser, ez szerint nem ismer empátiát. Minden átgázolva rohan be a lerakóra, el is foglalja azt közben. Uff, hatalmas nagy sebzés Kerriganre. De hát a shield ezt is el tudja nyelni. Oké, okay. Melyen tartogat a VP-vel, meg is van a killstone-ra. A mellélő device azonnal reflektál. Ezt nyilvánvalóan menteni kell, az Astralisnak nincs mese, viszont kettő fegyvert kihoznak, ami azért a kövi vásárlós körben ez nagyon fontos eleme lesz a védelemnek. Hát az a helyzet, Káty, hogy nem tudom mennyitig menjek vissza, mert most már ott járok, hogy... Most már 1964-nél járok, és LGB is mezben ül Rain. Szerintem itt a nézőközönség 95%-a csak onnan ismeri az LGB-t, hogy esetlegesen a csés matricákban látta. Hogy drága. Hát ez 2014. december. Hát igen, és már ott ugyanilyen hosszú Katowice, volt. Katowice Major környéke. Igen. Ugye a drága matricák kora egyébként. Hogyha valaki esetleg nem tudná belülni ezt. Most már a drága matricák kora. Amúgy pont láttam egy in-game fotót annak, mert így abból az időből, és mennyire durva, hogy ugyanúgy egyébként 25 cent volt a kapszula. Mint így mostanában így a major-ök után tudod, és így belegondolsz. Ha visszamerték az időbe, akkor nem bitcoint vennék, hanem ilyen 1000 darab olyan kapszulát. Nagyobb is a hozama egyébként. Jelenlegi kripto árfolyam, meg és többi. De azért ez nagyon sok minden kellett, meg kellett, hogy álljanak a csillagok, meg drámák, meg iBuyPower, meg Katowice, és azért még kellett az is hozzá, hogy az egyetlen matrica, ami saját markitja. Vannak azért azon kívül mutatósabb darabok, minden esetre azért tényleg sok minden kellett ahhoz, hogy a közösség ennyire megkedvelje, hiszen ugye ez árazza be, az emberek árazzák be az itemek értékét ebben a játékban. De hát azóta, mióta 25 cent volt az a kapszula, hát azóta volt hosszú haj a Rainnek, és most már nincs. Konkrétan. Mint a barátok közt, amikor véget értem. Most amúgy egy picit úgy érzed magad szerintem. Lezárult egy korszak, úgymond. Jaj, igen, tényleg. Nem C2-ről fogunk beszélni, hanem arról, hogy Rain rövid hajú. Most a nosztalgia adat elindul. Előtt és utána. Frozen. Hatalmas fejes, na nézzük, meg lesz a második boss fight. Úgy néz ki egyelőre, hogy nem lesz meg, Brocky viszont no scope. Minek az a távcső arra a fegyverre, device is letart a VP-vel. Úgy néz ki, hogy Brocky nem áll vele feleslegesen ezekbe a párharcokba. Bármennyire is tudja, hogy device hol van. Jön ki templom, device közben nem indul meg. Ajjaj, az ott egy picit állakó helyzet volt, nem tudott visszaugrani Fangba. És device-nak pedig ez egy könnyű frag. Mennyire az első körét az Astralis CT-n? Tizedik? Tizedik? Jól mondom, ugye? Mert 9 perc, 9-3 volt. És akkor így végül 7 kör után behúzzák az elsőt. Hát nagyon-nagyon hasonlít, sőt egy az egybe
jelenleg ugyanúgy megy mind a két oldal, hiszen az Astralis is 5 kört nyert meg, majd utána jött egy fézes kör T-ben, ugye, és most T-ben a fészhoz 5 kört, majd jön az első Astralis CT kör. Na de most leszek majd igazán kíváncsi, teljes felszerelés mind a két oldalról, konkrétan maximális vásárlás, sőt még talán egy kis extra is a CT oldalon, és egy eléggé gyors átámadás érkezik, ami teljesen üres, és most lehet egy olyan szituációt fogunk látni, hogyha itt nagyon Star nem tud fregelni, jön egy pop flash, nem tud fregelni, és innentől kezdve 4 darab mentett fegyver is lehet ebből, ha lesz annyi belőle. Mindeközben egyébként érkezik 2 darab füst, bocsánat, füstön át frag 3v3, de hát valami elég nehéz helyzetben most az Astralis. Érkezik egyébként Stan hátba, akire így, hogy elhúzza Robsot, ez így érdekes lehet, és satuként érkezhet be a 3 darab játékos, Jebby, Stan és Bro. Brokinak megint vállalnia kell, megvan az első noscope, vissza lehetne őt trédelni egy pillanat alatt, de nincs meg a trade. Stone érkezik most hátból, van nála kit, lefüstöli a bombát, de nem ott van a bomba. Júj, CT-n is van egy füst, hát Broki látja a bombát. Hát köszönöm szépen, hát ezt... bombát. Jaj, mellé megy! És Broki tudja, érzi, egy töltény az alkával, ennek itt vége. Berobban, de hát kit érdekel, a kör megvan. És hát, jó, most lesz pénze az Astralisnak, szóval nem lesz ezzel gond, mert azért az előző körben viszonylag sokan maradtak életben, ugye 3-an pontosabban. De hát egy körre attól a T-csapat, hogy kiegyenlítsen, ami azért nagyobb mínusz, főleg, hogy azért ez a kör ez egész jól állt most a CT-knek. Jó. És azért itt most megkaptuk ezt a... Kerrigan arca. Hát azért itt megkaptuk a klasszik csés izgalmakat, tehát azért elég erősen ment oda-vissza a húza vona. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy Faith csak bemegy 5 darab fegyverrel, konkrétan kijön majd az Astralis. Ez is benne volt pakliban, majd érkezik füstön át 2 darab frag, ami konkrétan vissza dobja őket a nyeregre, majd innen bukják el a kört. Érdemes egyébként tekintetünket a képernyő jobb oldalára szegezni. 2 darab gránát úgy, hogy 1 perc 20 van az órán. És akkor próbálj meg majd így kört hozni, abból az egy már ki is repül. Pontosabban 3 gránát volt, mert közben felkaptak 1 darab vakítót vagy gránátot. Mindenesetre a HP sebzés nagyon jó, közel 100 egyébként. 3-4 játékosnál a phase oldalán. De csak fegyverre, puszta erőből kell ezt a kört megnyerni az Astralisnak, avagy kukában a gazdaság. 10-10-nél jön egy Echo, átvetni a vezetést a phase, sőt akár be is csukhatná ezt a pályát. És akkor mehetnénk nyugra, mi már ugye a phase választása, szóval nagy előnnyel menne tovább. Stone és Rain fogja találkozni első körbe, és remeg is oda ki a Rainnek, mert eléggé minuszosok azok a HP-k ott. Device közben kiflashelik, így visszább kell jönnie. Rain hamar kiesik, közben Bro. Letart, meg is van a dupla kill a téktől pontosabban, Jabbira pedig nem néznek rá. Jaj, most ellőtte magát, de Frozen! Zseniálisak ezek a killek ilyen low HP-val, miért nem olyan smooth nézni őket. Igen, pont ugyanezt akartam mondani, és érdekes, hogy amennyire az első mondjuk 7-8, sőt azt mondanám, az első 9 körben az Astralis dominanciánál 5-7-8 körből 7-ben robbant a bomba. Nagyon jó játék, csapatosan, csak arról beszéltünk, hogy milyen jó vakítók, milyen jó trédek, csapatosan uralta a pályát az Astralis. Na most ez teljesen eltűnt, és például most is, amikor nem voltak gránátok, én azt gondolom, hogy egy tisztán gondolkodó profi down lineup ilyenkor hát setupokat alakítanak ki a pályán, crossfire-öket, vagy esetlegesen egy jó kitámadással középen, B-lane-en kitámadni, tehát valamilyen csapatos megmozdulást vártam volna. Hát ennek jelét sem láttuk, hanem inkább csak az, hogy beálltak egy-egy pozícióra, teljesen passzívan a játékosok, és kilettek fejelve a pályáról. Nem tudom, mi lehetne az egyébként, ami ilyen megváltás lehetne az Astralis számára. Tehát az, hogy ennyire T-heavy legyen mind a két csapat.
és ne legyen elég mondjuk az a 9 nyert kör, az elég számára, az elég durva. De hát lássuk meg, mi fog történni. Elfoglalják gyorsan a közepet a támadók, kijönnek a füstök, a molók. Némileg visszább lesz szorítva a védelmi vonal, és most visszamennek lerakóra inkább. Szokásos 3-2-es felállás. Na nézd meg, most jön az, amit én az előző körben esetleg vártam volna. És most van setup. Ami egyébként ebben a körben is azért még ki tud fizetődni, főleg, hogy azért itt eléggé B irányában vannak a játékosok, most jön a pop flash, ami tökéletes, de Robs nagyon jól megbújik itt. És bizony ebből is lesz valószínűleg a probléma. Frozen meg már fut a világ végén van. Kerigen, Kerigen, hatalmas dupla. Egyébként nagyon jól teljesített most Kerigen ezen a pályán. Egyébként király, amit csinált, legalábbis ebben a körben. Jó volt, hogy bejinxelt. Igen. 2v3, Jabbi még mit megmentheti a dolgokat. Érkezik is a füst, de hát Jabbi már rég a füstön túl van. Az egy nagyon playmaker pozíció lehet. Csak itt benne a sarokba, nem tart rá egy lélek sem. Ster pedig most érkezik csapattársa mellé, egy kicsit ellépkedi. Érkezik egy füst csitára. Jabbi még mindig bent áll. De hát idejük az van, kit viszont nincsen, oké. Pisztolyra vált közben, megvan neki Star, úgy néz ki. Jabbi közben fregel, rácsörézik a bombára, Dezire vált időközben a támadó ellen a CT, és végül Rain megoldja. 11-10 tehát. Ez jelenleg az állás itt, az Astralis kontra FaZe mérkőzésen az első pályán, de ami a legszomorúbb része talán ennek az egész dolognak az, hogy 9-3-ról. Nagyon durva, de és konkrétan olyan, mintha copy-paste-eltem volna az előző fél időt. Csak megfordultak volna a csapatok. Egy az egyben ugyanaz történik a pályán, 5 darab T-kör, majd 1 CT, és hát az első fél időben jött 4 darab T, most jelenleg a második fél időben 5 darab T, 1 darab CT és 3 darab T-kör. Na de átnézzük. Lehet nagyokat comeback-elni, de amikor az ember nem tudja azt becsukni, azért ott nagyon nagyot lehet hasalni. És hát ez ugyanúgy elmondható az Astralisról is. Na de nézzük. Star fel van boostolva, egyedül áll lerakon. Erre a pozíra érkezik egy vakító esetleg, vagy csak egy contact play. Megvan az info Frozenről, megvan az első frag, nincs meg a második a fej ellenére. Broki szeretne még foglalni egy kicsit, Robs visszalövi Stert, amivel lehet egyébként foglalni. Broki pedig résen van kispotol, még egy játékos bro. Talán egy kicsit túl nagyot vállalt, de most vállalni kellett. Device-tól ez egy nagyon fontos frag lenne. Megvan az információ az egyik játékos kilétéről, miközben egyébként Jabbi a világ végén le van parkolva, a pálya ketté van vágva, és innentől kezdve Kerrigannek nagyjából a holléte azért az így meg kell, hogy legyen az Astralis fejében, és így hát egy körnél messzebbre, hogyha az Astralis lehozza ezt a kört, a FaZe nem tud elhúzni, marad a szoros játék. Kerrigan csinálja. 1v3-ból 1v2-t farag. De tartom, éppen megvan neki közben device! 1v1-be van, tehát és ki fog menni csitába? Jaj, de nagy minusz! Jabbi pedig ott volt már oldalba. Pedig mennyire komolyan indult ez a kör. Hát ez a riték pontosabban. Igen. És most nézem az Astralisnak a támogatója, Dán Vörös kereszt is. Ezt kell, jól láttam ott Ragának a melkasán. Az mondjuk egész vagány már. Hű, azért itt izzadtak a tenyerek. Na most ahhoz az érdekes szituációhoz érkeztünk, hogy mintha a nagykönyvben is így lett volna megírva, mintha ez egy színdarab lenne. Itt vagyunk 11-11-nél, két nagyon egyoldalú félidőt követően mind a két oldalon nullára vásárolnak
a játékosok. Az Astralisnál azért sokkal gyengébb felszerelés van, egy MP9 és egy FAMAS is becsúszik. Illetve grátból sincs annyi, viszont egyértelműen kijelenthetjük, hogy a 23. Ancientnek legfontosabb köre. És most viszont érkezik. Jaj, Control Stone, nincs meg a dupla. Viszont így jöhet a Train Jabby-től, megvan a válasz. Viszont így kijönnek most könyökből a játékosok. Sternek megvan az első dupla emberelőny, viszont Jabby 17 HP-n. A Faze-nek nulla map kontrollja van. És most a legjobbkor jön. Talán most úgy tűnik, hogy csapatos összjáték az Astralis-tól megint funkcionál és működik. De még nincs megnyerve ez a kör sem. Abszolút, láttunk már 4v2-t elhozni, vagy éppen elbukni pontosabban. Hát alerakó kvázi üres, egyedül Jabby tartja a VP-vel kifutót. Itt azért hamar lekapcsolható ez, mondjuk egy füstel például. Mondjuk. Jabby ki is fejeltő innen, 17 HP. Nem akarom a falra festeni az ördögöt. Az majd viszont stárjon. Így, most már azt mondom, hogy ez eléggé nyerhetetlen. Főleg így, hogy szerintem ezt így biztosan hallották, ezt a boostot. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hiszen Bro még vissza-vissza tartogat B irányába. Device arany poziba duplát lehetne lőni belőle. Volt egy pillanat a drop közben, amikor elcsúszott a rota, minden esetre. 12-11, és így, hogy nem volt bomba plant, K1. Hát ez nem néz ki jól a Face számára. Ez egyszerűen borzalmasan néz ki a Face számára. Igen. Tudják venni a fegyvereket, ezzel talán nem lesz baj. Hát nyilván venni is kell, mert ugye az utolsó kör. Az OT per bukó előtt. De Tech Nine-ok. Megosztják erejüket. Hú, és azok a gránátok. Igen, nagyon agresszív, nem számít arra, hogy ott lesz lent egy játékos Jabby szemébe. Jabby dupla, Stár is tegel, Jabby is lő egyet, és végül óriási tempóba lehozza ezt a pályát, ezt a kört, az Astralis 9-3-mal végül siker, vagy 9-3-as fordulást követően végül sikerült 13-11-re megverni a Face-t az Astralis választásán a dánoknak. Így viszont nyugra fogunk menni hamarosan a Face pikjére, meglátjuk, hogy fog ott történni. 15 perc 20-as, aztán jövünk vissza.